Egy merőféktelen jó kedv a hamburgi csapat. 34-29. Hát a legjobb gól per perc átlaga a mai napon egész biztosan Hans Lindbergnek van. 5 találatnál jár, úgyhogy összesen nem töltött szerintem nettó 2 percet a pályán. Áll az óra, Schwalbe pedig már pacsizik a játékosokkal. És ez nem hiszem, hogy annak szól, hogy maradt esély a negyedik helyre. Noha, ezt is elmondhatja magáról a Hamburg. Kermán, Dietrich tovább, Schneider fölé durrant. Duvnyák. Nem tudta összeszedni Schröder. Visszakerül aztán Lackovichoz. Törölni kell. Vagy nem? Ezek szerint mehet tovább. Még egy új ember közben 27-essel Marcel Schriedermann a hamburgi csapatban. Csak hogy ő is pályára léphessen. Lackovich lövését blokkolják közben. Schneider. Dietrich. Hát mögött. Beül az utolsó percen Dietrich. Csak hogy eljusson a Lemgo 30-ig. Hazai pályán egyébként ez ősszel nem sikerült, akkor 35-29-re nyert a Hamburg. Nagyjából ez a különbség, ez megmaradt mostanra is. Ha kellett volna, akkor a Hamburg azért itt még többet ki tudott volna adni magából érzésem szerint. Meg hát persze, hogyha nem, 3 nappal a BL győzelem után lenne ez a mérkőzés. Duvnyák. A labda a Lemgoé, nem érti senki az ítéletet. Főleg nem Igor Vori. Ráadásul azért, mert hogy ellentétesen ítélt talán a két játékvezető. Ami biztos, hogy a Lemgo jöhet. Dirk Beuchler már mindenkivel lepacsizott. Ez a gól még érvényes. Bechtloff szerezte. Így pedig 34-31 a végeredmény. A Hamburg tehát megőrizte az esélyt a negyedik helyre.